Sziasztok! A mai videó egy beszélgetős készüljelben lesz, amelynek két fő apropója van. Az egyik az, hogy esküvőre megyünk este, és ahogy látjátok, hát elég kezdetleges még itt a felállás. A másik pedig, hogy közeledik a Cannes Film Fesztivál, amelynek a Lorelai már 22. éve a hivatalos partnere, és kaptam tőlük a héten egy hatalmas csomagot, tele mindenféle szépségápolási és mincucokkal, úgyhogy ezeket most bevettem, de javaslom, hogy kezdjük is el, mert hosszú lesz. Igazából én ma annyit csináltam, hogy felkeltem, és hozzásnyúltam az arcomhoz a szokásos reggeli hidegvizes arcmosáson kívül, úgyhogy arra gondoltam, hogy kezdjük az elejétől a folyamatot. Nagyon sokszor hangoztattam, mert egy jó smink alapja a megfelelő arcápolás, úgyhogy én most három különböző lépésben fogom felkészíteni az arcom arra, hogy isminkeljem magam. Először áttörlöm egy micellás vízzel, amely nagy kedvencem, de szerintem ezt már mondtam nektek. Utána pedig felrakok egy agyagos arcmaszkot, amelynek a lényege az, hogy mattítja a bőrömet, összehúzza a pórusokat, és alapvetően puhává, üdévé varázsolja. A harmadik lépés pedig a csapatba frissen becsatlakozott ránztanító projekt, amiről az előző videómban már szó volt. Kaptam a Lorelaitől egy 7 napos kúrát, ez egy kis doboz benne 7 ampullával. 7 ilyen hialuronsavas ampullával, egyet már kipróbáltam tegnap, úgyhogy most ezt a 7 napot végigcsinálom. Hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Tehát ez lesz az asszisztító projekt, és utána pedig kisminkelem magam. Hogyha már a Cannes Film Fesztiválnál tartunk, akkor természetesen nem hagytam ki az inspirálódás lépés sem, és megnéztem, hogy tavaly hogy sminkelték ki a sztárokat, és tök jó volt lenni, nagyon sokan abszolút naturálisak maradtak, és teljesen a natur vonalon mozogtak. Ahogy jön a jó idő, meg csúszunk bele ebbe a nyári tavaszi időszakba, ott nálam kifejezetten előtérbe kerülnek az elég alapvető sminkek, vagy hát az elég natúr sminkek, mondjuk ez a 12 fokos szakadó esőben, egy szélviharban, amiben jelenleg vagyunk, annyira nem érvényesül, de úgy gondoltam, hogy ezt a vonalat fogom én is követni, és annyival fogom ezt az egészet megfejelni, hogy egy gyönyörűséges vörös rúzs fogok használni, amely egyébként az egyik kedvencem, főleg magamon nagyon szeretem, de hát nagyon ritkán veszem rá magam, ugyanis a felhelyezése és maga a viselése is számomra pont egy fokkal macerásabb, mint amint én így szeretek, viszont a köröm is ilyen színű most, és tényleg gyönyörűséges ez a rúzs, úgyhogy úgy van, hogy most ezt be kell vállalni, nem lehet menekülni, úgyhogy kezdjük is el, mert van egy csomó jó sztorim, meg hát van még mit csinálni. Hihetetlen tényleg, hogy akár mennyire mosom le alaposan a sminkem, egyszerűen ez a fekete foltocska, ez mindig itt van a szemem alatt. Amúgy nagyon-nagyon szeretem a micellás vizeket, de szerintem ezt mondtam nektek, mert annyira frissek, és annyira nem hagynak semmilyen extra réteget, meg kellemetlen érzetet a bőrön. Amiről viszont szerettem volna veletek beszélni, hogy nagyon vicces, mert pont az előző videómban esett szó arról, hogy mennyivel jobb minőségű hús érkezik külföldről, mint amit itthon meg tudunk vásárolni. Na képzeljétek, hogy kb. Az volt az utolsó alkalom, hogy nem kb. Nem gyakorlatilag az volt az utolsó alkalom, hogy itthon húst fogyasztottam, ugyanis képzeljétek el, hogy az elmúlt 2 hétben olyan szinten undorodtam meg a hústól, meg így minden ilyen húsos dologtól, hogy egyszerűen nem tudom magam rávenni, bár igazából nem is erőltetem nagyon. Viszont képzeljétek el, hogy sokkal jobban érzem magam, és ez nekem nagyon furcsa, mert amúgy se voltam ez a nagyon nagy húsevő, bár ezt is mondtam nektek sokszor, de most amióta növényi alapú táplálkozást követek, azóta sokkal jobb a közelzetem, úgy érzem. Ez persze nem azt jelenti, hogy most ez így is marad életem végéig, meg azt, hogy soha semmi körülmények között nem fogok húst fogyasztani, ugyanis azért van egy-két olyan hely, ahol mondjuk mit tudom én, úgy csinálják meg a csirkét, mondjuk, hogy nagyon-nagyon szeretem, azt mondjuk simán megenném, meg hogyha most ezt így valaki leteszi jelen, akkor nem mondom azt, hogy fúj. Viszont azt, hogy most én itthon nekiálljak csirkét sütögetni, az most jelenleg teljesen kiesik. Mondjuk még egy kicsit meg vagyok lőve, ugyanis nem nagyon látom, hogy mi az, amivel mondjuk tudnám helyettesíteni a fehérje bevitelem. Most csináltunk a héten, és hát én is csinált nekem pontosabban csicseri borsó pörköltet, ez nagyon finom volt, meg most így keresem a tofús recepteket, meg ilyen szójásat, bár igazából a szóját is így mérsékelten kellene, hogy fogyassza az ember, vagy mondjuk így egyáltalán nem.
De az most nem biztosan nem esik ki, mert jelenleg nem nagyon tudom, hogy mihez nyúljak, de hát nyilván ez is idő, meg így tapasztalat. De hogy ez egy tök érdekes dolog szerintem, hogy ez így bekövetkezett az életemben. Megvárom, hogy ez a pakolás megszárad, és utána visszajövök, mert különben nagyon hosszú lenne ez a videó, úgyhogy egy 10 perc múlva találkozunk. Itt is vagyok egy alszpakolásnyi idővel később. Most jöhet az utolsó lépésként a ráztanítás, és sminkelek is, mert nem állunk túl jól az idővel. Kíváncsiak egyébként, hogy a hetedik nap végére lesz valami olyan változás, ami szemmel látható. Tegnap használtam, de hát megmondom nektek őszintén, hogy annyira rohanósban voltam, hogy el is felejtettem ezt csekkolni. Egyébként ezt a szérumot a hidratáló krém előtt, de az alsztisztítás után kell használni. Ez kb. Azonnal be is szivarott, úgyhogy most gyorsan hidratálok, aztán haladjunk. Amit még szerettem volna nektek elmesélni, ez szintén egyébként étkezéssel kapcsolatos, most ilyen változások vannak az életemben. Szóval érzem már egy ideje, hogy nincs szüksége a szervezetemnek annyi gluténra, amennyit én fogyasztok, és ahol eddig tudtam, ott redukáltam lefelé. Egyébként valaki meg is kérdezte ennek a popójából, hogy ezt most azért csinálom, mert divat, de nem nagyon értem, hogy ezt az ember hogy csinálja divatból, de mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy két hete, ez is egyébként akkor, amikor így a húsokat elengedtem, volt egy nap, amikor egy ilyen fél pizza, fél adag tészta kombinációt bevállaltam. Tudjátok, hogy nálam, vagyis hát én a kiegyensúlyozott táplálkozás híve vagyok, tehát azért így nem vetek meg néha ilyen dolgokat hetente párszor. Na és olyan szinten rosszul lettem tőle, hogy azt hittem, hogy így meghalok tényleg este. Úgyhogy azt egy ilyen intőjelnek vettem, hogy ezt most így nem kéne elvetetni. Úgyhogy a húsmentes, vagy hát nem húsmentes, csak ilyen nagyon-nagyon minimál hús, hát ja, igen, tényleg ilyen 0,1%-os húsfogyasztás mellett a glutént teljesen kiiktattam, és hát félelmetes a változás, meg az, hogy mennyivel jobban érzem magam. Bár elmondom nektek, hogy ez a legnagyobb feladat, mert de valószínűleg egyébként azért van, mert ezt mi nem szoktam meg. Tejmentes táplálkozás az egy ok, az nem olyan nehéz, viszont ez a gluténmentes, ezzel azért így küzdök. Azért még a héten belefutottam ebbe, hogy jaj, hát eszem egy kis gluténos cuccot, mert nem lesz baj, de olyan vagyok, mint egy 9 hónapos kismama kb. És ez szörnyetesen fáj a hasam, feszít. Úgyhogy el kéne mennem egy ilyen ételallergia vizsgálatra, de ez még így halogatom kicsit. Sajnos egyébként van egy ilyen rossz szokásom, hogy az egészséggel a kapcsolatos dolgokat egy picit szeretem halogatni. Egyébként ehhez kapcsolódik a következő dolog, amit szerettem volna nektek mesélni, hogy nem hiszem, hogy láttátok már, mert annyira nem szoktam mutogatni magam, viszont van 2 anyajegy az oldalamon, a bal oldalamon, amelyek, ez a tipikus kiáll, sötétban és nagy, és nagyon rossz helyen van. Ez születésemtől fogva rajtam van egyébként. Most viszont, bocsánat, megszakítom az anyajegy projektet, mert jön az alapozás, és meg akartam nektek mutatni, hogy egy új alapozót tesztelek, ugyanis a régi, amit egyébként tényleg imádok, tehát hogy ez így szó nem érheti a házalét, viszont nyárra szeretnék most egy könnyebb alapozót, mert valami miatt most ebben a fázisomban vagyok, hogy nagyon-nagyon könnyű dolgot szeretnék az arcomra kenni nyáron. Kezem most a L'Oréal True Match alapozója van, úgyhogy ezt fogom most felvinni. Tegnap már kipróbáltam egyébként. Nagyon jól alkalmazkodik a bőrszínethez, de egyébként ezt is tudja, hogyha nem is tökéletes a színlányát, akkor nagyon könnyen és hamar felveszi a bőr színét, és ez maximálisan így van, úgyhogy most belebarátkozom. De visszatérve az anyajegyes dologra, tehát van 2 olyan anyajegy a testemen, amelyek születésemtől fogva velem vannak, de egyrészt rossz helyen vannak, másrészt nagyok, és hát potenciális veszélyforrást jelentenek. Ezt egyébként már évek óta tudom, hogy kellene valamit kezdeni velük, de sajnos amilyen határozott vagyok
az életem bizonyos területén megvan ez a nagyon-nagyon rossz emberi tulajdonságom, hogy szeretek dolgokat halogatni, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azt tapasztalom, illetve a környezetemben meg azt látom, hogy ha az egészségünkről van szó, akkor nagyon szeretik az emberek így elsúnyogni, elhalogatni a dolgokat, tehát hogyha valami baj van, vagy azt látjuk, hogy valami nem oké, és akkor szerintem inkább várunk, ameddig akkora nem lesz a probléma, amit már nem lehet kikerülni. Na, sajnos én is bizonyos százalékban ilyen vagyok, és ezen nagyon sokat kéne változtatni, és az anyajegyeimnél is pontosan tudom nagyon régóta, hogy ezt le kellene szeretni. Hogyha esetleg van olyan problémátok, vagy olyan dolog, ami úgy érzitek, hogy megoldásra vár, akkor ne halogassátok, mert igazából akár, hogy nézzük, nyilván a mindennapi dolgok így kicsit bedarálnak minket, viszont az egészségünk a legfontosabb. Tudom, hogy ez egy közhelyes dolog, de tényleg így van, és hajlamos vagyok én is arra, hogy minden más priorizáljak, de hát igazából, hogyha belegondoltok, ha nem vagytok egészségesek, tehát az egészség nincsen meg, akkor igazából tök mindegy, hogy mi van, mert az a legfontosabb. Gyorsan fixálom az arcom, aztán pedig megyek is a szempillaspirálra, mert az lesz gyakorlatilag a szemsminkemnek a lényege. Nem más használok, mint a L'Oréal Volume Million Lashes szempillaspiráját, ami egy alapdarab a L'Oréalnál, viszont most a Candy kollekció kapcsán egy gyönyörű szép új köntöst kapott, egy bordó, vagy hát ilyen vörös arany csomagolást kapott ez a szempillaspirál is, és majd a rúzs is, amit használni fogok, mind a kettőben gyönyörűen belegravírozva a filmfesztiválnak a jele, és itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy május 6-ától a notino.hu-n ezek a L'Oréal termékek, egyébként a többi másik L'Oréal termékkel együtt 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg, illetve a L'Oréal egész májusban kedveskedik majd kedvezményekkel, meg különböző nyereményjátékokkal, úgyhogy ha van olyan dolog, amit most szeretnétek beszerezni, vagy hát így tervezkedtek, akkor most májusban legyetek résen, mert most lehet rájuk tök jó áron lecsapni. Szeretve egyébként ezt a szempillaspirált, mert használtam korábban is, nem ezt a Cannes filmfesztiválosított verziót, hanem a simát, de abszolút jó, szép pillák, hogy csinálj, ilyen szilikonkefés söltél van. Azon gondolkodtam, hogy milyen nagy szó ez, hogy 22 éve működsz valakivel együtt. Szerintem rengeteg idő, kis túlzásra annyi, mint amennyit életem, de jó, nem annyi, de azért így iszonyatosan sok idő szerintem. És azért elég sok buktatója lehet szerintem a közös munkának, meg az együttműködésének, és az, hogy 22 éve töretlenül tart, azt mondom, tök nagy szám, úgyhogy erre büszke lehet a L'Oréal szerintem. Időközben felkerült a rózsom, és egyébként, hogyha ilyen nagyon pepecselős szint választok, mint például a vörös, akkor mindig elcsített használok, mert számomra sokkal könnyebb azzal pontosan felvinni úgy, ahogy én szeretném. Ez a rúzs egyébként a L'Oréal Color és Shine névre keresztelt rúzsa, és egészen pontosan a 357-es Red Carpet árnyalat, úgyhogy hát ha jól értelmezem, akkor én ezzel így ahogy vagyok, mehetek a vörös szőnyegre. Én azt mondom, hogy elkészültem, úgy néz ki az összhatás, mint amit megálmodtam, úgyhogy abszolút elégedett vagyok. A videóban használt L'Oréal termékeket be fogom rakni az infoboxba, illetve a kedvezményről is fogok még élni, ne felejtsétek el. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!